Tisztelt országgyűlés, mini Dubaj helyett inkább Maxi Panamáról kell beszéljünk, a magyar kormány és az Egyesült Arab Emírségek emirátusok közti gazdasági megállapodásról szóló törvényjavaslat kapcsán, ami a Rákos rendezőn tervezett ingatlanfejlesztést övező korrupció, és nem például egy hiánypótló szociális bérlakásépítési program, amit a Mi Hazánk mozgalom régóta szorgalmaz, és amely továbbra is rendkívül indokolt volna. Budapest lerobbant negyedeinek megújítása és az ingatlan fejlesztés fontos és üdvözlendő célkitűzés, azonban a kormány kezei között ez az álom beruházás is rémálommá vált, hívta fel a figyelmemet az előterjesztés sumákságaira dr. Grundner András, a Mi Hazánk mozgalom főpolgármester jelöltje. A megállapodás szerint ugyanis a kormány egyrészt garantálja, hogy a projekt megvalósítása, idézem, különösen Magyarországon nem képezi közbeszerzési, pályázati, versenyeztetési vagy bármely más nemzeti jogszabályban meghatározott eljárás tárgyát. Másrészt garantálja, hogy az arab magánbefektetők részére köztulajdonból nyomott áron átruházza a teljes fejlesztési területet, valamint közpénzből kiépíti a szükséges teljes infrastruktúrát, mintegy 800 millió euró értékben. A fejlesztés során a magyar kormány tulajdonképpen a hozzá közel álló vállalkozói körrel együttműködve azt a már bevett üzleti gyakorlatot követi, amit az akkumulátorgyárak és egyéb külföldi óriás beruházások megvalósítása során minden esetben. Mik ezek? Tárt karokkal fogadja a legkevésbé transzparens ázsiai országból érkező befektetőket. Számukra szinte ingyen és a környezeti hatásokra tekintett nélkül fejlesztési területeket és közmű infrastruktúrát biztosít. Aztán élve a mondva csinált háborús veszélyhelyzet adta felhatalmazással a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősít, és ezzel mentesíti a pályáztatási, építészeti, környezetvédelmi és egyéb engedélyezési szabályok betartása és a helyi lakosság ellenállási lehetősége alól. A megvalósításhoz jelentős és visszanem térítendő költségvetési támogatást, a működtetéshez pedig olcsó ázsiai munkaerőt biztosít, mindez pedig egyetlen feltétellel, a teljes kivitelezést kizárólag a NER vállalkozói, narancsbárói, fideszes oligarchák végezhetik. A befektetők számára nyújtott közpénz és az egyéb természetbeni támogatásokkal bőven ellensúlyozott jelentős túlárazás mellett. Ez az üzleti modell egyébként egyetlen célt szolgál, ipari méretekben szivattyúzza át a közpénzt a kormány közeli magánzsebekbe. És ez a lényeg önök számára. Emellett pedig teljesen mellékes a kormánynak, hogy a Budapesten az épített örökségünktől idegen felhőkarcoló város jön létre, hogy egy teljes városrész kerül idegen kézbe, és az is, hogy akit zavar majd a müezin reggeli ébresztője, vagy otthon felejti a burkát, azt majd a kínaiakból verbuvált sária rendőrség bírja jobb belátásra. Ezen most még mosolyognak, azonban az a korrupció, amit elindult Magyarországon az elmúlt években, évtizedekben is, amit most már csúcsra járatnak, és hogy most már nem csak a saját oligarchák, hanem úgy tűnik, hogy a külföldiek is fontosak, de a bérlakásra vágyó magyar fiatalok úgy tűnik, hogy nem. Felmerül az a költői kérdés is, hogy miközben a főváros lakossága az elmúlt 4 évben 60 ezerrel csökkent, kiknek is épül ez a gigantikus lakópark, amellé a több tucat mellé, amelyben ma is luxus lakások ezrei állnak üresen. Mindezek miatt ebben a formában még konstruktív ellenzéki pártként sem tudja ezt a javaslatot támogatni a Mi Hazánk mozgalom.